Kedves vendégeink! Dr. Hopp Béla vagyok, a Szegedi Tudományi Egyetem Fizikai Intézetének vezetője. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a virtuális látogatáson, és kérem, kerüljenek beljebb, ismerkedjenek meg intézetünkkel, az intézetünkben folyó képzésekkel, kutatásokkal. És ez egy téridő diagram. Fölfele telik az idő, és látjuk, hogy ahogy a gravitáció összévonza a csillagot, és egyre kisebb lesz, bemászik a saját eseményhorizontja alá, és létrejön a fekete lyuk. A Fizikai Intézet 5 szak felelőse, a fizika alapszaké, a fizikus és csillagász mesterszaké, az osztatlan fizika tanári szakpáré, valamint a rövid ciklusú fizika tanári szaké. A fizika alapszakon a hallgatóink a második szemeszterben 5 specializációból választhatnak érdeklődési körüknek megfelelően. Ez a műszer két gázkomponens mér a kipufogó gázban, nagyjából másodperces időfelbontással. Erre azért van szükség, mert a gyors időfelbontás lehetővé teszi, hogy a gyorsítások és lassításoknál történő különböző anyagoknak a kibocsátását tudjuk monitorozni valós időben. Ez környezetvédelmi szempontból, illetve a motorfejlesztés szempontjából is nagyon kritikus. Itt a Szegedi Tudományi Egyetem optikai és kvantumelektronikai tanszékének a mikroszkópiás csoportjában olyan nagy térbeli feloldású, úgynevezett szuperrezolúciós mikroszkópiával foglalkozunk, amelyek elsősorban biológiai minták nagy térbeli feloldású képein keresztül magyarázzák meg ezeket a molekuláris szintű folyamatokat. A fizikus és csillagász mesterszakon a hallgatóinknak lehetőségük van a fizika alapszakon megszerzett tudásuk elmélyítésére, a munkaerőpiaci igényekre való intenzívebb felkészülésre, be tudnak kapcsolódni kutatási és fejlesztési projektekbe. A tantárgyakat különböző témakörökből tudják összeválogatni érdeklődési körüknek megfelelően, a fizikus mesterszakon ezen kívül lehetőségük van a lézerfizikus specializáció felvételére is. Jelenleg a fő projektünk az lézerrel történő ionok előállítása, gyorsítása, vagy ezen ionok segítségével neutron gyaláb létesítése. A projekt szinte minden részébe be lehet csatlakozni, vagy kísérleti, vagy elméleti, vagy esetleg mind a két oldalról. Elsősorban a légköri szennyező nanorészecskék fényanyag kölcsönhatásait vizsgáljuk. A vizsgálati eredményeinket számos gyakorlati alkalmazás során tudjuk hasznosítani, ilyen például az emissziós bázisú üzemanyagfejlesztések támogatása, illetve a vírus terjedés műszeres vizsgálata egészségügyi adatkozások során, mint például a fogászat, továbbá aktuálisan sebészeti és FFP maszkok fejlesztését támogató kutatásokat is végzünk. NAMILAB csoport érdeklődésének homlokterében az anyagi rendszerek átalakítása és megmunkálása áll. Ezen széles témán belül két területre fókuszálunk. Ezek az elektromos eljárásokkal történő nanorészecske előállítás, illetve a lézeres anyag megmunkálás.
átlátható neodímiumiak lézerrel dolgozom, amelynek most az 532 nanométeres látható tartományú zöld impulzusaival fogunk dolgozni. A céltárgyunk egy gyógyszerhatóanyag tabletta. Ezt fogjuk aprózni. A lézeres besugárzás hatására szubmikrométeres részecskék keletkeznek. Így megnő az aktív felület, és gyógyszerészeti szempontból hatékonyabbak lesznek az emberi szervezetbe juttatva. Ha te is a Szegedi Tudományegyetemet választod, akkor akár te is vezérelheted majd ezt a lézert. A nappali tagozaton osztatlan képzésben két szakos tanári diplomát tudnak szerezni. Ebben az esetben a harmadik év végén választanak az általános iskolai, illetve a középiskolai tanári képzési irány közül. A másik lehetőség, hogyha valaki már rendelkezik diplomával, akkor levelező képzési formában egy év alatt fizika tanári diplomát szerezhet. Ezt a kis videót az MIT Asztrofizikai Kutatóintézetéből küldöm. Diplomámat csillagászakon szereztem a Szegedi Tudományegyetemen 2002-ben. A doktori disszertációmat azt szintén a Szegedi Tudományegyetemen védtem meg 2008-ban. Kaptam egy egyetemi adjunktusi állást a Közép-Európai Egyetemen, Budapesten, majd jelenleg Pécsben, ahol a hálózat és adattudományi tanszéken dolgozom, és a hálózattudományi doktori iskola igazgatója is vagyok. Miután 2015-ben lediplomáztam, szeptemberben elkezdtem dolgozni az Eli Alps Lézeres Kutatóintézetben, ahol jelenleg is dolgozom. Mindeközben, ahogy harmadéves korom óta folyamatosan, oktatási feladatokat is ellátok a Szegedi Tudományegyetem elméleti fizikai tanszékén. Ezt az optikai kamerarendszert, ami a TESS űrtávcsőnek az egyik prototípusa. A TESS az ugye a Transiting Equipment Survey Satellite rövidítése, ami egy néhány évvel ezelőtt fölött műhold, ami exobolygókat keres más sugarak körül, aminek az építésében én is részt vettem. Szegedről indulva egy hatalmas muníciót kaptam, az ott eltöltött évek alatt, mint tudás, mint tudományos, mint személyes szempontból. A leghasznosabb tudás, amit az ember szerezhet ezen a szakon, az a fizikus gondolkodásmód. Ez egy olyan szemléletmód, amellyel az ember megtanulja a bonyolult problémákat lecsupaszítani, és csak a lényegét vizsgálni. Azon az interdisziplináris területen, ahol én dolgozom, ugyanazt a látásmódot követem, amit az egyetemi tanulmányaim során kaptam, vagy elsajátítottam, és mind a mai napig ugyanaz a kíváncsiság hajt, hogy minél jobban megértsük a világot körülöttünk. Remélem, hogy ez a rövid kis bemutató mindenkit meggyőzött arról, hogy érdemes a fizikát tanulni, érdemes a Szegedi Tudományegyetemet választani, és remélem, bízom benne, hogy hamarosan személyesen is tudunk majd találkozni itt a Fizikai Intézetben.